Élő az indítása. Azt mondja, hogy élő csövegés, mert meg tudom beállítani, hogy élő csövegés, minden üzenet látható legyen. Miért tölti ki? Na. Az ilyen csicska. Jó. Végre jó idő van. Végre lehet hesszelni a napot. Ágytakarómat kiakasztottam ide háttérnek, meg szellőzni. És kortyolgatom az energiát, bizony. Hányan vagytok? 36-an? Jó az. Ja. Süt a nap. 1000 fok van. Na, ilyenkor jó napozni egyébként, amikor nem 40 fok van. Hey. Szélit emelgeti a vitorlát hátam mögött. Tehát nem amikor 40 fok van, hanem amikor ilyen 21 néhány, azért süt a nap, van neki ereje, de nem fősz le, mint a csiga. Miért nem mutatja ez a csatot, ez a rákos YouTube? Sziasztok, na végre! Jó, csak nem látom a izé miatt. Ez a szél. Top chat meg live chat, az semmit sem mutat. Azért nem mutat, mert nem látok semmit ebbe a szarba. Napszemüvegben nem lehet izélni, live-ozni az udvaron. Na, most már látok egyet, kettőt, László DNS, Zsabandi. Sziasztok, sziasztok! Na, azért kapcsoltam be ezt a live-ot, mert másrészt meg szeretnélek benneteket figyelmeztetni, hogy ma délután 6 órakor, tehát 18 óra 00 magyarországi időszámítás szerint ismét élő esemény lesz, élő közvetítés lesz, beszélgetés Erdélyi Ágostonnal, kötetlen beszélgetés, mint az előző három. Ha gondoljátok, tartsatok velünk, minél többen. Nagyon érdekes dolgokról szoktunk beszélgetni, és az esemény már ki van téve a Turi Tamás nézők csoportba, az esemény linkje. Egyébként, ha véget ér ez a közvetítés, ennek is bele fogom tenni a, hogy mondják ezt a alsó szekciójába, a leírás szekcióba a közvetítésnek a linkjét, tehát onnan is el fogtok tudni jutni ide, illetve oda, arra az eseményre, és akkor megnyomjátok a kis emlékeztető gombot, és rögtön fog nektek küldeni értesítést a YouTube, amint elindult az élő stream. Úgyhogy nem kell majd keresgélni, meg a véletlenre hagyatkozni, hogy hát nekem nem küld. Ja, egyébként ez a küld értesítőt, nem küld értesítőt, ez most már azért elég jól működik. Megfigyeltem, hogy amikor nem vagyok minden értesítésre feliratkozva, akkor fordul elő, hogy egyszer küld, egyszer nem. De hogyha az összesre fel vagyunk iratkozva, tehát a harangocskán be van nyomva, hogy mindegyik értesítés, akkor mindegyikről küld értesítést. Legalábbis alig győzök a spamekkel. Hát úgy spam, hogy nem tudok annyi videót végignézni, amennyit kedvenc videósaim feltöltenek. Úgyhogy néha csak így skippelgetem. Ne simogassad már a hátamat, hé! Szelleüzé! Na, most a nagy péntek. Nagyon nagy péntek van.
Én a bőt tiszteletére én zabálni fogok, mint az állat. Mert az úgy jó. Majd leszek Nagy Gergő helyett is, mert neki nem szabad. Mert ő pap, ezt neki bőjtölni kell. Mindenki készülődik a húsvét, a tesóm is felhívott most, hogy Happy Easter, Happy Bunny. És akkor mondta, hogy jó, fizetnek most náluk most húsvétkor 350%-ot fizetnek. Jó kis meló. Aki meg ilyen magunkfajta, nem hívő, nem húsvétozó, nem családozó, annak ez ilyenkor egy nagyon jó alkalom, hogy megtollasodjon, ki legyen tömve pénze. Azért szél az rendesen fúj, hogy látszik. Ez a lány, öcsém! Mi van? Vonjátok be a vitorlákat! Nem baj, ez az ágy, akkor az egész télen ez nem volt kint. Megfagyott volna, most ráfér a szerel, is fogom mosni. De ez ilyen ízés. Ez ilyen kézzel mosós, mert ha én ezt begyömöszönöm a mosógépbe, akkor nem fér bele. Tehát akkor ledobja a gép a láncot, mert ez a polár, ez megszívja magát izébe, vízzel. Akkor van benne 10 kiló, és azt már nem bírja a gép. Kérdésetek van, tegyétek fel nyugodtan, de nem mutatja ez a rákos mobil YouTube. Azt mondja Mr. Rosdaru, hogy lehetne sárkányt eregetni. Simán, simán. Tiszta Onidon család, Ovidon család. Kékben, ha jó, ja igen, most ezt kaptam. Nem volt más a boltban, csak ez. Ennek nem olyan jó az íze egyébként. Ó, itt van a Revállód, hello Revállód, remélem lesz szerencsénk. Ekkora 18 órától. Rosszul vagyok a tögyökért, hogy kicsit felhúztam magam azután a szutyok után, amit csinál. Hát gyere fel a izére, a Magyar Ateista Társaságnak a Facebook oldalára, ahol az esemény meg volt hirdetve, és akkor nézd végig, hogy én ott mit le kommenteltem vele kapcsolatban. Tehát már eljutottunk odáig most már Gergő, hogy most már egybitesnek nevezett, egybites agyunak, meg most már a Dunning-Kruger hatást linkelgeti nekem szegény. Hát elfogytak az érvek, ugye? Egyetlen egy kérdésemre se válaszol. Mindig másról beszél, mint amit én kérdezek tőle. Aztán kezdik kibújni belőle a rosszabbik énje, a sötét oldal. Csirkecombokat hány fokon kell meddig sütni? Halvány gőzöm sincs, én csirkecombot nem szeretek sütni, mert az olyan trükkös, ugye mivel hogy vastag, a külseje már látszólag kész van, és belül pedig még nyers. Nagyon sokszor van olyan, főleg a rántott csirkénél, ugye, ahol a panírhoz viszonyítjuk, hogy mennyire van kész, hogy egész egyszerűen azt mondjuk a panír alapján, hogy kész van, és belül meg még véres.
és az undorító szerintem. Én csirkecombot, ha egy mód van, én nem sütök. Vannak állítólag ilyen, ilyen ételhőmérők, hogy bele lehet szúrni a húsba, és akkor az mutatja, hogy hány fokos. Pár napja jelentkeztem a csoportba, és letiltották. Rá tudsz esetleg nézni? Bent voltál a csoportba, vagy a jelentkezésen nem jutottál túl? Mert a jelentkezéseket én szoktam elfogadni, illetve elutasítani. És az elutasításnak két oka lehet. Az egyik, ha valaki nem jut el odáig, hogy megválaszolja ezt a három nagyon egyszerű kérdést, akkor én úgy gondolom, hogy nem is akart ő ajánlani, vagy jönni a csoportba, csak véletlenül oda került. Nem fontos neki az, hogy ő csoporttag legyen, hiszen nem válaszol arra három egyszerű kérdésre, ezért azokat úgy kiszoktam dobni, hogy elutasítom, de újra próbálkozhat, hogyha eszébe jut, akkor hogy hoppá, engem elutasítottak valami miatt, akkor gondolom, hogy elkezd rajta gondolkodni, hogy vajon miért utasíthatták el. És akkor azt mondja, jaj, mert biztos, mert nem válaszoltam meg még 72 óra után se azt a három kérdést, ezért elutasítottak, akkor most megválaszolom, és akkor jó. A másik, amikor fantom profillal jön valaki. Tehát amikor látszik, hogy ezt csak úgy ütötték össze egy olyan alkalomra, hogy trollkodni lehessen vele. Nem is feltétlen új a profil, de nincs rajta semmi. Se egy profilkép, se egy elérhető, semmi. Tehát aki olyan profillal jön, hogy semmilyen nyilvános dolog nincs rajta, lehet természetesen titkolózni, mert nem tartozik rám, senkinek se a magánélete, meg hogy mit oszt meg magáról. Ugye ezt mindenki szabadon eldöntheti, ugye a Facebook azt lehetővé teszi, hogy csak az ismerősök, csak a barátok, vagy senki se láthassa, amiket megoszt. Csak ezzel az a probléma, ha valaki ilyen nulla megosztással, nulla barátokkal rendelkező, nulla fényképpel, nulla semmilyen default index képpel jön, vagy valami, és a csatornán, a Facebook oldalán nincs semmiféle aktivitás, akkor én azt úgy veszem, hogy az annak oka van arra, hogy ő rejtőzködjön, vagy valami. Nem lehet jelentkezni csak olyan Facebook fiókkal, amin van aktivitás, ahol vannak igazi ismerősök. Én rákattintok random egy ismerősre, hogy neki van egy ismerős, akinek szintén nincs profilképe, és akkor rákattintok arra random ismerős, és annak is ugyanolyan szellemfiókja van, akkor én úgy gondolom, hogy ez valami olyan csoporttagja, aki itten, nem tudom, valami aljas dolgot akar elközni. Nem, legyen egy tartalékban egy olyan Facebook fiókotok, amin megvannak osztva a dolgok, minimum egy rendes, egy igazi név, egy igazi profilkép. Én nem azt mondom, hogy rakjátok ki az összes személyes adatotokat a netre. Nem kell. Nem kell. Ezt posztonként meg lehet gondolni, valamit, hogy akkor most az ismerősökkel osztod meg, vagy nyilvánosan. És vannak teljesen semleges dolgok, újságcikkek, vagy kiskutyák, amikért rajong az ember, vagy valami, nyugodtan ki lehet tenni nyilvánosba. Tehát attól az rád nem fog negatívan visszahatni, hogy néha van egy-egy nyilvános megosztásod. Érted? Tehát ezzel téged nem fognak kompromittálni, nem fognak vele zsarolni, kész. Olvastál valami érdekeset? Oszd meg. Láttál valami jó pofa dolgot a YouTube-on? Oszd meg. Nyilvánosban. Úgyhogy azok is láthassák, akik hogy te egy igazi ember vagy, hogy neked van hobbid, neked van érdeklődésed, te foglalkozol valamivel a Facebookon kívül is. Mit tudom én, valaki foci rajongó, akkor az meg szokta osztani a kedvenc csapatának a logóját, vagy mit tudom én, fotókat, vagy család, vagy nem tudom, bármi. Bármi, ami nem fest rólad rossz, negatív képet, de legyen már valami nyilvános tartalom, hogy lehessen látni, hogy igen, az a Facebook profil, az aktív, azt egy ember használja, az nem egy robot, és nem trollkodás céljára hozták létre. Kész. Ennek a titka. Minden profilba belenézek, mielőtt jóvá hagyom, vagy sem. Mindegyikbe. Egyesével.
És aki ilyen szellemprofillal jön, annak nem adok lehetőséget, hogy gondolkodjon egyet, hanem azt tiltom. Hát az nem jöhet be. A szellemprofil, azt egyből tiltom. Aki csak nem töltötte ki a kérdésekre a választ, azt csak elutasítom, és akkor az újra próbálkozhat, újra dobhat, mint a társas játékban. Ez szükséges egyébként, mert így is vannak a csoportban olyanok, akiknek látszólag normális a profiljuk, mégis viszik kifele a tartalmat a csoportból, a csoport pedig azért privát, hogy onnan ne vigyék ki a tartalmat. És természetesen ezt nem lehet 100%-osan garantálni, hogy ne szivárogjon be valaki egy látszólag igazi profillal, de azért azon egy kicsit dolgozni kell. Képeket összelopkodni, vagy valami, hogy... Na, az egy kicsit dolgozni kell egy olyan profillal, ami valódinak látszik, és akkor azzal beszivárog, és kiviszi az a anyagot a privát csoportból. Ami ugye tilos. És ezért az elővigyázatosság. És most már úgy vagyok vele, hogy most már a privát csoportban sem szoktam feltétlenül olyan dolgokat elmondani, amivel esetleg kompromittálnám magam, pontosan azért, mert tudom, hogy kiviszik, és máshol feltöltik, és ezzel ellen nem tudok tenni, tehát a privát csoport, annak annyi előnye van a nem privát csoporta, hogy igazából aki én rám kíváncsi, mint vloggerre, az bejön, és akkor tudunk beszélgetni, meg ott mindig megosztom, hogy a következő videó mi lesz, onnan nyugodtan meg lehet találni a feltöltést, élőadásokat, stb. Mert a személyes profilomat azt nem nagyon látogatják. Gondolom, aki nem YouTube követőm, az úgy különösképpen nem érdekli, hogy én a privát profilomon mit osztok meg magamról. És ez így van jól egyébként. Na, ennyi a profilról. Már alig várom a 6 órás műsor, tuti szuper lesz, mint az eddigi. Igen, most 2 napig pihentünk, és feltöltöttünk. Nekem is lett új témám. Azt mondják, hogy ez a koronavírus jobb írja a meleg időjárás. Szerintem meg ez a meleg idő gyorsan megszünteti ezt a jár. Nem. Már ugye ez is kiderült, hogy vannak olyan országok, ugye, amelyeknek kifejezetten meleg a klímája, mint például Irán, és vagy Olaszország, mediterrán ország, és azért mégis látjuk, hogy nem nagyon kotja meg neki. Tehát ez arra vonatkozik, ez a meleg meg a hideg, hogy mennyi ideig marad életképes az a vírus, amelyik ki van köpve. Az emberi szervezetben az elérdegél, és attól még az egyik ember a másikra, ha rátüsszent, attól ugyanúgy meg tudja fertőzni. És itt arra vonatkozik ugye ez a meleg időjárás, hogy mennyi ideig marad az emberi szervezeten kívül életképes. Kevesebb ideig, de például vannak olyan helyek, olyan árnyékos helyek, ahol soha nem süt be a nap, és ahol mondjuk több-több fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, és akkor az nyugodtan úgy el van. Például egy kamrába, egy fészerbe, egy pincébe, egy garázsba. Itt a garázsban még nyáron is ilyen pincehűvös hőmérsékletek vannak. Tehát ez, amit látjuk ugye az iráni meg az olasz példából, ez nem feltétlenül ilyen egyszerű. De legyen most már ilyen az időjárás, maradjon így, mert most már az nekem nagyon, nagyon hiányzott. Meg nagyon sok gázszámlát fizettem, a télen, elfűtöttem, úgyhogy... Szia Tamás, most jöttem észre, hogy live-ozó, várom már az esti adást. Én is. Mert nem állapodunk meg sose, hogy miről fogunk beszélni, majd csak ami eszünkbe jut. Ez a Dolcsák Ferenc elég bágyú élőlény, bólogat mindenre, baszott. Igen, nekem utána értek az ateista
Magyar Ateista Társaságba, hogy mert ez most nem volt egy ilyen frontális vita, tehát itt most nem az volt a cél, hogy ilyen frontálisan megütközzenek, hanem az volt a cél, hogy ugye kielemezzék a 10 legrosszabb ateista érvet, ami egyébként én már az adás előtt megírtam, az adás előtt, mielőtt nem tudtam, hogy miről fognak beszélni, mondtam, most meg fogják írni azt a 10 érvet, amit kulturált ember nem is használ egy ilyen vitába, hanem már legalább 10 éve, hanem már azóta találtunk ki sokkal jobbakat. És igazam lett, mert pont azokat sorolták fel, amelyek egyáltalán nem számítanak egy hitvitában. Például, hogy a papok azok pedofilok, meg mit tudom én, ezt soha nem szoktam emlegetni, mert irreleváns. Abból a tekintetből, hogy most az ő hitük igaz, vagy az ő istenük létezik, vagy nem létezik, ez abból a szempontból ez totál mellékes. Ezért nem is szoktam felhozni évként. Meg még volt egy pár ilyen. De az nem azt jelenti, hogy attól az ateista félnek bólogatni kéne, mint egy izének, mint a régen a autóban volt a bólogatós kutya, hogy hát igen, egyetértek, hanem ezt így el kellett volna mondani, ahogy én most, hogy igaz, hogy ez egy rossz érv, mert azért rossz érv, mert ez ugye indiferens a téma szempontjából, amiről beszélgetünk. Az egy másik dolog, az a vallásnak a következménye, de annak eldöntésében, hogy van Isten, vagy nincs Isten, az nem számít. És ilyesmit vártam volna tőle. Meg is írtam izének, Nagy Gergőnek, hogy én ennek az embernek a nevét még soha nem hallottam, és attól, hogy egy társaságnak, ami a nevébe belefoglalja, hogy ateista, annak az egyik illusztris tagja, attól még nem biztos, hogy nekem egyet kell vele értenem. Ugyanis mi ateisták nem olyanok, hogy automatikusan rábólintunk a másiknak a szövegére, a másiknak a véleményére, csak azért, mert ő is azt mondja magáról, hogy ateista. Nem, ilyet a hívők szoktak csinálni, hogy mi egy nyájba vagyunk, és mi együtt bólogatunk, független attól, hogy milyen baromságot mond az egyik, meg a másik. Mindenkivel egyetért mindenkivel. Na, mi nem így vagyunk vele. Most már túl, ez 10 plusz is tudja, az előlapi kamerával a 4K Full HD 60 fps videó. Tehát ez is tudja. A Full HD, az most már nem egy olyan nagy kunsta izébe, előlapi kamerába. Négy kell, meg nem kell. Csináltam néhány snittet izébe, tesztüzemmódban 4K-ba. Csak azért kipróbáljam, hogy milyen frankon lehet bele zoomolni. Tehát ugye, hogy az kétszer akkora, mint a Full HD, de ugye 4 darab Full HD fél rá egy 4K-ra. Tehát 200%-ra bele lehet nagyítani mindig romlás nélkül. Hát halljátok, azért nem gyenge a gépem, de nagyon küszködött vele. Tehát most a 1080-as videót már meg is van effektelve, azért elég jól tudom renderelni, de az a 4K a szenvedés, és nem is szokás a 4K-val videót renderelni, hanem úgynevezett proxikat szokott készíteni a program, majdnem minden videóvágó proxy fájlokat készít, ami azt jelenti, hogy a proxy az egy referencia fájl. Csinál egy lekonvertált kis felbontású fájlt, annak alapján, ami ott van a 4K-s fájl, azt használja, vágás közben ez meggyorsítja a vágási folyamatot, igaz, kisebb a felbontás, de nekünk nem számít, mert nem azt fogja kirenderelni azt a kis felbontásot, ami a timeline-on van, hanem renderkor visszahivatkozik az eredeti felbontású fájlra, és azt fogja renderelni. Tehát a vágási munkát megkönnyíti a proxy, viszont az a hátránya, hogyha például van neked egy
mit tudom én, minden snitted ilyen 4 gigás, nem tudom, hogy mekkora fájméret a izének, a 4K-nak, de lehet, hogy ott is 4 giga. Tehát mikor ilyen 4 gigás, 4K-s felbontású dolgokat kell renderelni, akkor azt véged van. Proxika lehet dolgozni, de a proxik is, ugye mire azt lekonvertálod. Minimum 1080-ban le kell konvertálni, hogy tudjál vele gyorsan dolgozni, és az idő. Tehát, hogy én kaptam úgy, hogy valaki csupa 4K-ba forgatott, teljesen lényegtelen jeleneteket, nem volt benne szerepe a 4K-nak, csak ugye az volt a telefonnak az alapbeállítása, és úgy küldte el nekem. Iszonyat nagy fájlok volt, és csak úgy tudtam vele dolgozni, hogy előtte én 3 óra hosszán át csak rendereltem a proxy fájlokat. Tehát behúztam a izébe, behúztam a Premiere-be, és akkor az ugye automatikusan elkezdte legyártani a proxikat, és akkor én 3 óra hosszán keresztül csak ott malmoztam, meg bámultam a izét, a folyamatábrát, és nem tudtam nekiállni a vágásnak, mert az konvertálta a proxy fájlokat. Úgyhogy nem. Akkor jó a nagy felbontás, ha valaki filmet forgat, később mondjuk olyan tervei vannak, hogy esetleg itt az állós nitbe majd belezoomolok valahol, vagy így panorámázok benne, hogy bele vagyok zoomolva. Tehát ha előre elgondolja, elképzeli, hogy az hogy lehet kreatív módon felhasználni mondjuk 1080-ba, akkor van létjogosultsága, csak azt előre kell eldönteni. Mert nekem 1080-as videót kell vágni, csupa 4K-s anyagból, az gyilkosság. Ugyanis renderkor minden egyes kockát át kell számolni. Úgyhogy este is jövünk vissza. Most itt simogatlak benneteket, mert látni akarom az egész hozzászólást. Életcselegét. Szerinted elég akkor full HD videózni? Most mondom el, hogy ez nagyon relatív. Tehát, hogyha valakinek olyan tervei vannak, hogy filmet forgat, vagy mondom, tehát lehetséges, hogy bele kell zoomolni utólag szoftveresen a képbe, és úgy panorámázni, pásztázni, akkor nagyon jól jön a nagyobb felbontás. Érted? De azt előre el kell képzelni. Tehát az olyan, mint amikor az ember filmet csinál, és egy forgatókönyvbe kitalálja előre, hogy mi lesz a szerepe a izének, mert csak azért forgatni izébe, ha hallod én vlogot 4K-ba, nem is ismerek olyan embert a környezetemben, akinek lenne egyáltalán 4K-s megjelenítője. TV, monitor, bármi. Tehát nekem sincs. Tehát nem látom az előnyét a 1080-as monitoron. Jaj, lehet látni egy picit, igazatok van, lehet látni 1080-ba is, hogy részletgazdagabb. Nem tudom, hogy lehet látni, de az biztos, hogy lehet látni. De nem látom minden részletét, mert ahhoz a felbontás kicsi. Még élesebbek a falevelek, meg nagyon crispy, meg nagyon... De az, hogy üldögéljünk a lócán, és napozzunk, ahhoz szerint, és elmondjuk, hogy mi történt aznap, ahhoz szerintem nem kell 4K. Főleg azt, ha feltöltöd a YouTube-ra, úgy le lesz butítva, ahol hallod, csak a tegnapi videóm, ugye megyek az utcán, ott van a képben ugye a fűzfa, meg a bokrokága, meg mit tudom én, még az ég is kockás volt rajta. Tehát olyan szinten lebutítja a YouTube, hogy ha YouTube-ra kell a videó, akkor nem kell a 4K. Szerintem. Értesz. Én Sony Vegas-t használok, és úgy renderelek, hogy van egy olyan render mód, ahol a videokártya is besegít, és kétszer hamarabb megvan a renderelés. Igen, hát akinek van olyan célra dedikált videokártyája, ott besegíthet, csak én azt vettem észre, hogy amikor megengedem a GPU rendert, ugye mert most erről van szó, grafikus processzorról, akkor az úgy gyorsabb, viszont több benne a hiba.
Tehát olyan hibák fordulnak elő, render hibák, hogy így kifagy a kép, vagy így bekockásodik és kifagy. És akkor, tehát hogyha, mit tudom én, renderelsz 2 óra hosszát, vagy 3-at, és utána belenézel a videódba, és utólag derül ki, hogy van benne ilyen blokkosodás, kifagyás, vagy valami, amikor az előfordul veled, vagy 3-szor, akkor utána fogod, és letiltod a izét a GPU-t a rákba. És nem engeded neki, hogy abból rendereljen, csak is izéből, CPU-ból. Tehát hiába ott a GPU. A GPU az izékor segíthet a vágási folyamat közben. Szóval nem tudom, egyébként a Vegas az az Nvidia kártyát szereti, ugye? Ha jól emlékszem rá, most már így nem. Hát tudom, mert nekem IGP-n van. Tehát integrált VGA van a processzorban benne. Úgyhogy, de én mindig csak az izét szoktam a hardveres enkódolást megengedni. Ha csak sima vlog, ahhoz pedig elég a 30 FPS. Kirby szeret 60 FPS-t használni, Nvidia, igen. Visszaszoktad nézni nagyon régi videóidat? Soha. Én soha nem nézem vissza a videóimat. Egyszer-kétszer még feltöltöm, és akkor premier van, akkor megnézem veletek együtt. És hát néha még, ha annyira figyelemre méltó, vagy annyira úgy érzem, hogy jól sikerült, technikailag, nem az, amit mondok benne, hanem technikailag jól sikerült megvágni, akkor egyszer-kétszer szívesen visszanézem, de utána már nem. Azért van az, hogy ti jobban tudjátok, hogy melyik videóban mit mondtam, mint én. Engem a videónak az elkészítése, hogy mondjam, az éltet. Nem maga a tartalom. Ez nem érdekel. Engem csak a vagdosás, meg a szüttyögés. Kirby szeret 60 FPS-t használni. Én nem szeretem a 60 FPS-t. Azért nem szeretem, mert az videónak az természetellenes. Sőt, még ez a 30 FPS sem csinál filmszerű látványt. Ugye nem véletlenül épültek ki annak idején ezek a filmes standardok, ugye 24 képkocka per másodperc, mert az a képkocka sebesség, amikor a mozgásból adódó elmosottság, ez a motion blur, ez ezt a filmszerű látványt adja, amit másképp nem lehet megcsinálni, még úgy se, hogy leforgatod 30-ba, aztán átkonvertálod 24-be, mert akkor meg szaggatni fog a videó, nem lesz rajta motion blur, és akkor mindenféle trükkös módon kell megoldani a motion blur-t, After Effects-be vagy valami. És az nagyon nagy gépigényű. És tehát azért, ha filmet forgatunk, akkor még mindig a jó öreg 24 frame per szekundum. A videópál az 25, és a video NT-szekám az pedig a 30. Tehát az európai szabvány 30, azért pedig Japán, Amerika, stb. Az a 25. Szóval a videó a 30 fps is videós lookot csinál, videós kinézetet, a 24-es az pedig filmszerű. Tehát nyilvánvalóan, amikor egy ilyen vlogot forgat az ember, nem azt nézi, hogy hát ő filmszerű dolgokra törekszik, hanem mert így ezekkel a kamerákkal amúgy se lehet művészkedni, ez nem arra való. Tehát ez a 30 ezén jó megközelítés. A 60 frame per szekundum az onnan jön, hogy ugye a gamereknek ugye teljesen eltérőek az igényeik, mint a filmeseknek. És ott igenis az számít, hogy minél nagyobb legyen a képkocka sebesség, hiszen ott a másodpercnek a töredék részei alatt is történhetnek olyanok, hogy innen eljut a szereplő ide. És ott minél nagyobb az FPS, annál jobban tud reagálni. Tehát nekik, a gamereknek szükségük van a valódi mozgás élményére,
Viszont a filmeseknek pont, hogy nem arra van szükségük. Pont, hogy nincs szükségük a valódi mozgás megjelenítésére, hanem a filmeseknek a filmszerű látványnak a megjelenítésére és leképzésére van szükségük. Ezért nem tértek még át tömegesen. Nem tudom, azt tudtátok, hogy Peter Jackson a Hobbit című filmet, vagy a Gyűrűk Urát, nem tudom már melyiket, a Hobbitot, azt 48 frame per szekundumba forgatta rá, tehát pont a duplájában, mint a izé. És láttam belőle néhány jelenetet, 48. Az úgy nézett ki, mintha ilyen papundeklé díszletek között színpadi előadást néznék. Tehát az a természetes mozgás volt a természet ellenes. Persze a mozikba úgy ment, hogy 24-re le volt konvertálva, de akkor ez megint egy totál fölösleges kísérlet volt, mert mondom, ahhoz, hogy átkonvertálja egy ilyet, nagyon nagy gépigény kell. Mert utólag kell az összes motion blurt belerenderelni. Mindenféle kacifántos módon. Az a legjobb, hogy elhatározza az ember, hogy mit akar csinálni, filmet akar, akkor 24, ha vlogot akar, akkor jó a 30, ha pedig játszani szeretne valamilyen szerepjátékkal, vagy lövöldözős játékkal, akkor pedig másodperc tört részére is szükség van, tehát akkor minél nagyobb az FPS, annál jobb. 60 FPS-re fura lenne a film. Játékoknál jó 60. Hát azért mondom, hogy a felhasználási terület dönti el, hogy most mi lesz ebből, hogy melyik a jó. És ugye a 60 FPS az kétszer akkor a fájt csinál, mint a 30 FPS. Tehát, hogyha napi szinten töltögetünk fel vlogot, meg ugye Hörbi naponta 4-5-öt, tehát ott már az internet sebesség az csak egy dolog, mert most másodpercen alatt fent van egy videó, tehát most nekem is olyan 100 megabites feltöltésem van, hogy egy perc alatt megvan a feltöltés, tehát most ilyen 2,5 gigás fájlokat szoktam csinálni, vagy legfeljebb 3 giga, percek alatt fent van, és a YouTube-nak a feldolgozása az sokkal tovább tart, mint maga a fájlnak az elkészítése, mint maga a feltöltés. Tehát azt úgy szoktam, hogy előbb elindítom a feltöltést, utána úgy is lesz egy 30 perc feldolgozás, és akkor addig szépen megcsinálhatom az indexképet, meg a többi ilyen bigyókát. És igen. Viszont, hogyha 4K-ba csinálja az ember, akkor az megduplázza a fájl méretet, ha 60 FPS-be csinálja, akkor a duplát is megduplázza. Hát ugye már 2, 4, 8, 10, 32, így hatványozódik a fájl méret, és na, nem mindegy, hogy meddig szüttyög vele a YouTube. Valamit gyorsan akarunk, akkor 10, 80, 30 FPS bekapcsoljuk, felmegy, feldolgoz a YouTube, akármi mehet. Nem is tudná 60 FPS csinálni, ahhoz komolyabb kamera kell. Hát a 60 FPS-t ez is tudja. Ez a telefon. Nem az előlapi kamerával, hanem a hátlapival. De lehet, hogy van benne egy ilyen időkorlátozás a fájl méret miatt. Nem tudom most annál a formátumnál most mennyi a korlátozás. Régen volt ilyen, hát a fájl rendszer függő. Volt a FAT32, annál 4 GB volt a maximális fájlméret, de a GoPro-nál is így van, mert 20 percnél darabolja a fájlokat. Ez a telefon is úgy csinál, hogy 20 percnél darabolja a fájl, nem is tudom, 20 perc vagy mennyinél. Kicsit ennek nagyobb a bitrátája, mint a GoPro-nak. És te tudnék 4K-s felvételt csinálni, az nagyon nagy memóriakártya kell, mondjuk 128 gigára azért fér egy kicsi. Csak az a kérdés, hogy van-e értelme. Ha valaki sose vágja a videóit, az úgy oké lehet, de ha elkezdesz vele dolgozni, akkor még az egy picit problémás. Szerintem jó kis videókat készítesz, köszönöm szépen.
nagyon igyekszem videós tanácsadás. Látjátok, most sem határoztam el, hogy miről fogok beszélni. Live-ot csak úgy bekapcsolom, azt kész. Lesz nátok valamiféle családi húsvéti összejövetel? Miért lenne pont most családi húsvéti összejövetel, amikor sose szokott lenni? Pont most? Abszolút nem. Tesóm dolgozik, a gyerek az izébe van, ugye, ilyen távoktatásba, készül az érettségire. Én szintén home office-ba vagyok. Most. Ennyi. Anyám az ott van Kalocsán. Az öreg emberre. Azt ők megvannak, el vannak. Nagyon jó. Nem szoktunk húsvét, ez nekünk nem ünnep. Ez nekünk nyűg. Ez senkinek nem ünnep, aki nem hívő. Érted? Tehát ugyanúgy, ahogy a karácsony is csak egy nyűg. Én elhiszem, a hívőknek nagyon szép, hogy elmehetnek a templomba, hogy most meghallgatják a húsvéti misét, megszentelik nekik a sonkát, meg a sárga túrót, és akkor az olyan jó, meg bőtölnek elő, tehát a húsvétnek az lenne a lényege, ugye, hogy előtte bőtölni kell nem tudom hány napig, vagy hány hétig, nem szabad enni húst, hogy tavasszal a szervezet így megtisztítsa magát, és akkor pont az a lényeg az egésznek, a húsvétnak, hogy az az a nap, amikor ehetünk végre húst. Azért a sonka a főkajája a húsvétnak, meg a tojás, ugye a fehérje. Tehát, hogy mondjam, vallás nélkül nem igazán van értelme a húsvétnak, ha valaki nem böjtöl, szarik az egészre, akkor hiába szenteltetik utána a sonkát, mert előtte sem böjtölt. Tehát nem nagyon érdekli az egész. A másik vonatkozás, az a népszokás, ugye a termékenységnek a megünneplése, ugye, hogy a lányokat lepriccolják a fiúk. Ez már szerintem, ez már mi népszokás, nem nagyon divat. Tehát utoljára én olyan 6-8 éves koromban voltam még apámmal együtt locsolkodni, de mi sem mentünk be egy random házakhoz, hanem csak ismerősökhöz mentünk. Már abba a korba volt, tehát ezt úgy mondom nektek, hogy 35 évvel ezelőtt se volt már nagyon divat, hogy bemegyünk random ismeretlenekhez, és akkor ottan locsolgatunk, mert nem. Most meg már az végképp, hát nem ismerik egymást az emberek az utca túloldalán. És ismerem, aki szembe lakik. Nem is érdekel. Senki se érdekel. Ha valakivel együtt élek, akkor azt szeretném megismerni, és nem azt, akivel nem élek együtt. Szóval nem, ez a családos, de ez a népszokás, meg mit, ezek már kihaló félben vannak. Jó. Úgyhogy nem. Nem igazán. Nekünk azért nyűg, és azért nem hasznos, mert ugye itt mióta kitalálták Magyarországon, hogy legyenek itt itt állandóan 4 napos ünnepek vannak, az emberek megrohanják a boltokat, indokolatlanul hisztéria van, ahogy a tegnapi videóban is elmondtam, az ember hajlamosabb sokkal több kaját meg mindent megvenni, mint amire valóban szüksége lesz a 4 nap alatt, mert nem tudja felmérni, hogy mennyire van szüksége egy 4 nap alatt. És akkor inkább a biztonság kedvéért többet vásárol, vagy alulbecsüli önmagát, és akkor kevesebbet vásárol, és a 4. nap végén már például elfogyott a kenyere. Nekem nagyon sokszor előfordult, hogy kifogytam a kenyérből, nem volt semmilyen izém, magába ettem a húst, meg mit tudom én. No. Nem nagyon lehet ezeket lekövetni. Most még holnap nyitva lesznek a boltok, azt hiszem 5-től 13 óráig, és akkor még lehet menni. Hát ugye az 5 óra az nekünk nem opció, tehát nem fogok azért 5-kor odaállni a boltnak a bejáratához, hogy én tudjak venni valamit. 13 óra pedig azért van ilyen meghosszabbított nyitvatartás, mert ugye 9-től 12-ig csak a 65 év felettiek vásárolhatnak, és akkor én hiába odaállok már 10 órakor a bolt elé, nem mehetek be 12 előtt. Úgyhogy 1 óra lesz a 65 év alattiaknak, hogy
holnap még pótolják azt, ami esetleg tényleg nagyon hiányzik. Szóval most értitek, hogy azon felül, hogy egyébként is szar így előre készülni, de most még ezekkel a rendeletek, kormányzásokkal itt most még inkább meg van nehezítve az embernek a dolga, mert ott a startkörre rá kell állni 12 órakor, ha még valami hiányzik, és még hiányzik, mert csak pár dolgot vettem. Be van osztva a lóvém, mert nem tudom, hogy meddig lesz ez a kényszerkarantén. Be van osztva a lóvém, és próbálok most tartalékolni, sportra, semmi feleslegeset nem veszek. Nekem be van osztva, hogy egy nap mennyit költhetek maximum, és akkor én azt vezetem egy izébe. Csináltam egy Excel kalkulátort, de komolyan mondom, amiben ott van egy összeg, hogy mennyiből gazdálkodhatok egy hónapon át, és amikor vásárolok, mindig beírom, hogy mennyit költöttem, és a mellette lévő oszlopba még azt is mutatja, hogy mennyivel költöttem túl magam, vagy mennyit spóroltam, mennyit sikerült már megspórolni abból az összegből, amit én kiszúrtam magam. Szóval csináltam egy ilyen kalkulátort, kurva jó, hogy nyomon tudom követni, hogy és telefonról is bele tudom pöttyögni az adatokat, mert ugye ilyen Google Docs-ba csináltam, ugye a hót online az egész, és ugye nem kell még fejbe se tartani, hogy egyből írhatom bele. És akkor látom, hogy már megspóroltam áprilisban abból az összegből, amit magamnak megengedélyeztem, abból az összegből már megspóroltam 12 000 forintot. Csak eddig. Úgyhogy lehet még a végén kevesebbet költök, mint amit szoktam. Csak ehhez az kell, hogy odafigyeljen az ember észnél legyen, hogy melyen hirtelen felindulásszerűen vásároljon. Összeírom, hogy mi az, ami feltétlen kell, nem vásárolok pluszba dolgokat, hogy ne kelljen kihaigálni, és a Google Excel táblázat az nekem gyönyörűen napra készen mutatja. Van olyan nap, hogy el sem megyek vásárolni, mert van még itthon mi, és akkor az napra szánt összeg az jóvá íródik az izéhez, a spóroláshoz. Jó. Valamelyik nap meg többre van szükség, egy kicsit többet kell költeni, akkor meg pontosan látom ott mellette lévő rubrikába, hogy mennyivel költhetek többet, mint amennyi általában engedélyezett. Mivel ráér az ember a karanténba ilyenekkel szüppögni, hogy ezt kitalálja, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, Excel táblába, hát jó kis házi feladat, legalább néha gyakorlom ezt, és aztán felidézem, hát ki tudja, mire lesz még jó, hogy tudok ilyeneket csinálni. Na, hát csak úgy érdekességképpen mondtam. Miért van két szemüveget, Tomi? Hát elmondtam ezt is egy párszor, ugye? Most már, ugye, alapból volt egy, ugye? Távollátás és a cilinder korrigálás miatt. Viszont fellépett ugye a, hát 45 ára elmúltam, és ilyenkor már kezd fellépni az öregkori távollátás, amikor az izmok, már a szemmozgató izmok, meg a fókuszáló izmok meg kezdenek ellustulni, és már közelre sem jól lát az ember. Most például nem kell, mert most jól látom a képernyőt, mert most pont ilyen kinyújtott kartávolságra vagy. De mikor olvasni kell, főleg ezeket a nagyon apró betűket, ami a csomagoláson van, vagy akármi, akkor bizony ez egy ilyen 150 forintos nagyító, olvasó szemüveg. Ezzel viszont önmagában az a baj, ez nagyon jó korrigálja a dioptriát. Akkor, hogy most csináltak egy szemüveg nélküli képet rólam. Screenshot meg volt. Szóval, ha ezt így felteszem magába, jó lenne, csak az a baj, hogy ebben nincsen benne a cilindernek a korrigáló dioptriája. Ez csak egy ilyen bóvli szemüveg. Tehát nekem még az olvasó szemüveghez is korrekcióra lenne szükség, ami ezt a fókuszpontot, ezt a szétszórt fókuszpontot összenyomná. Tehát ez így nem jó, ezt próbálgattam a boltba, és akkor rájöttem, hogy ha ez rajtam van, ebben benne van a cilinder korrekció is, ez pedig a fókusz korrekció, így tökéletesen megvan az olvasásnak az élménye. A két szemüveg nem ér össze, tehát nem karcolják össze egymást. Hát és
és segít nekem olvasni. Hát, tudom, egy kicsit hülyén néz ki, de szerintem egy cseppet se néz ki hülyében, mint amikor fel kell tenni mondjuk a munkavédelmi védőszemüveget a szemüvegre. Mert az még bumszlib. Természetesen lehet olyan lencsét csináltatni, ami több funkciós, nem tudom, teórikusnak, vagy nem tudom minek, multifokális lencsének hívják. A felső része, mondjuk a felső kétharmada az a táv, vagy a rövidlátásra van, az alsó része pedig a olvasásra való, és azt most már nem úgy csinálják meg a multifokális lencsét, mint régen, hogy ilyen élesen el volt különülve a kettő egymástól, hanem most már ugye a technika lehetővé tesz, hogy úgy csiszolják, hogy a kettő között ilyen átmenet van. Tehát végül is úgy van összecsiszolva a két lencse, hogy nem látod, hogy igazából multifokális, viszont ez a kettőnek a találkozásánál ez így torzítja a látványt, és ezt nagyon meg kell szokni. Egyik kollégámnak van olyan szemüvege, és mondta, hogy nagyon jó, közelre és távolra is teljesen jó, olvasni is jó, látni is jó. De ennek a lencsének, mint mondta az optikus is, ez a lencse, ez 100 000 forintba kerül. Plusz a munkadíj is drágább, mert speckó lencse. Úgyhogy először ő nem gondolja, hogy először próbálják meg olvasni anélkül, és ha nem megy, és tényleg nagyon úgy érzem, hogy szükségem van erre a multifokális lencsére, akkor menjek vissza, és akkor csináltassak egy olyan szemüveget is, de legyen egy ilyen, ami totál csak távollátásra van. Aztán majd kiderül, hogy melyiket fogom hosszabb távon hordani. Mert mondjuk, hogyha nem olvasgatok egész nap, hanem mondjuk oda vagyok például biciklitúrán, akkor nem szükséges, ugye, hogy nálam legyen az olvasó szemüveg. Pusolyt azt szeretem, hogy munkaszüneti nap. Hát most szerintem most elég sok munkaszüneti nap van, amúgy is. Elképzelem, hogy Tamás home office-ben nyomja a targoncázást. Na, gondolhatod, hogy nem targoncázunk. Na, jó van. Szóval, újra live Erdélyi Ágostonnal ma 18:00-kor az én csatornámon. Itt link lesz a leírásban. Oda mentek, megnyomjátok az emlékeztető gombot, és amikor elindul a stream, akkor egyből ott tudtok lenni a YouTube lejátszó oldalán. Jó? Gyertek minél többen, találkozunk 6 órakor, sziasztok!